Aki tudja, meg nem mondja, mere van a Pepe útja. Együtt játszanak egészséges és Down-szindrómás gyerekek a nyíregyházi csodavárban. Ez az egyik lényege annak a szemléletnek, amelyet az intézményt fenntartó Rejtett Kincsek Egyesület követ. Minél kevesebb gát alakuljunk ki a társadalomban, és minél többet tudjanak széles körben erről a betegségről, mondta a 35 perc című műsorunkban Kisari Károly, az Egyesület elnöke. 1000-ből egy Down-szindrómával élő gyerek születik. Egynél van az, hogy akkor megszületik, és akkor a család tovább foglalkozik ezzel a dologgal. Társadalmi szinten fontos, hogy az a 999 is, akinek ugye ez a történet nem ment tovább a magzat élveszületése után, hogy tudja segíteni a beilleszkedését a Down-szindrómával élőkkel, hiszen ugye az, hogy hova születik egy Down-szindrómás gyerek, ezt nem lehet kiszámítani, ez mai napig nem tudják, hogy mi okozza a Down-szindrómát. Az esetek 99,9%-ában spontán alakul ki, és a társadalomnak itt fontos szerepe van, hogy ezt ne úgy vegye, hogy akkor mi 999-en nekünk ezzel már semmi gondunk, hiszen azt gondolom, hogy ez valahol szerencse kérdése, és ezt nem mondanám azt, hogy szerencsétlenség kérdése az, hogy Down-szindrómával élő születik, hiszen rengeteg hozzáadott értéke van egy Down-szindrómával élő embernek is a társadalomhoz. Az Egyesület több szolgáltatást is nyújt a hozzájuk fordulóknak. Már a magzati korban segítik a szűrést, most pedig azon dolgoznak, hogy a Down-szindrómás fiatal felnőttek minél könnyebben jussanak munkához. Egy olyan fejlesztő intézményt alakítunk ki, akik felnőttekkel foglalkoznak, és nem csak Down-szindrómásokkal, hanem fogyatékkal élő fiatalokkal, és fel fogjuk őket készíteni a nyílt munkaerőpiacon való helytállásra. Szeretnénk, hogyha ők bérért, fizetésért dolgoznának, és megközelítenék azt az életminőséget, amit a tipikus fejlődésmeneti populáció magáénak mondhat. A Down-szindróma világnapja március 21-e. Először 2006-ban tartották meg Svájcban, Magyarországon 2009 óta ünneplik.